Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő tervez veled egy közös utazást. Ez lehet egy nyaralás, lehet egy közös életút, lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Itt látható az ő jelenlegi helyzete. Ha te egy hölgy vagy, akkor a kártya azt jelenti, hogy ő szeretné, ha te várnál rá, amíg megjelenik előtted. Ami számodra fontos, hogy itt van a háttérben, figyel téged, akkor is, ha te ezt nem veszed észre. Itt közeledik hozzád, és láthatóak a botok, ami utal a tűz elemére, ugyanúgy, mint itt, ezen a képen, az jelenti a bátorságát, a lelkesedését, ezt a tüzes testi kapcsolatot. Ezek az ő elvárásai. Jelenleg még a hidon vagytok, ami egy átmeneti korszakot jelent. Amikor már lezártatok bizonyos dolgokat, hiszen elhagytátok az egyik partot. Itt a hídon igyekeztek egy új irányba, el akarjátok érni az új partot, ami még nem látható. Ez jelenti a jövőt. De jól alakulnak a dolgok, hiszen itt a csillagkép jelenti a szerencsét, vagy azt, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt vannak szép emlékek, ő találkozni akar veled, keresi a kapcsolatot hozzád. És ez az új irány, ez tényleg lehet egy közös nyaralás. Az a fontos, hogy légy nyitott az isteni hatalomra, hogy bízz mindent a sorsodra, a sors utadra, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. A te jelenlegi helyzeted itt látható. Vannak itt szomorú gondolatok, vagy történt valami, ami elszomorít téged. Itt van a betegség. Ez lehet, hogy te voltál beteg, vagy valaki a családban, ami téged elszomorít, vagy benne voltál egy bizonyos helyzetben, ami téged betegített. És itt keresel egy megoldást, egy lehetőséget. Ez a betegség, ez jelentheti a hivatást is, hogy te vagy ő ezen a területen dolgozik, mint például egy orvos. Itt lesznek változások, hamarosan megvan itt a könnyűség, azon kívül a mozgás, egy találkozás, vagy egy ajándék, lesz egy kellemes meglepetés. Fontos, hogy befele tekints, és légy biztos abban, hogy minden úgy alakul, ahogy te ezt tervezed. Bíz magadban, bíz a saját hatalmadban. És itt középen látható az utazás, kéz a kézben. Odafigyeltek erre a párkapcsolatra. Itt a hatos szám és a gyermek utal a múltra, gyermekkori emlékekre. Lehet, hogy olyan helyre szeretne utazni, ahol ő felnőtt, vagy a szüleivel volt ott már nyaralás, hiszen itt vannak gyermekkori emlékek is. De ez a kislány utalhat egy új kezdetre, és a játékok ott körülötte egy ajándékra. Ti odaérkeztek, és lehorgonyoztok ott, ahol szeretnétek. Ez a hely nyújtja a biztonság érzetét. A háttérben ez a csónak jelentheti a nyaralást, ahol víz mellett van egy folyó, vagy tó, vagy tengerpart, de szimbolizálja a reményt is. És itt látható az egész világ, tehát ez is egy utazásra utal. És én kívánok neked egy szép nyaralást,
És egy szép napot, minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!